Köszöntöm kedves nézőinket! Őseink hagyatéka című műsorunkat láthatják, és korábbi műsorunkban már találkozhattak a mai vendégemmel, de most más ügyben fogunk beszélni. Rakab az alpolgármesternője, Takácsné Bánlaki Anikó. Üdvözöllek, hogy újra eljött, és köszönöm, hogy újra eljöttél a műsorunkba. Köszönöm szépen a meghívást, ismételtem. A mai műsorunk a rakamazi turul ünnepről fog szólni. Mert hát ki ne ismerné a rakamazi turult, ami egy csodálatos leletanyag. Szinte nincs ma Magyarországon olyan jóérzésű magyar ember, akinek vagy a viseletében, vagy az otthonában, de legalább az emlékezetében, vagy a memóriájában ne szerepelne a rakamazi turul. És akár hiszik, akár nem, van ma Magyarországon olyan önkormányzat, akinek fontos ez, hogy egy nemzeti hagyatékot ápoljon oly mértékben, hogy erre gyakorlatilag egy fesztivált szervez, ami nem is teljes mértékben fesztivál hangulatú. Hogyan jött ennek az ötlete, illetve hogyan történt ez? Mesékelek szépen róla. 2017-ben a településünk 950 éves évfordulóját ünnepelte. Szerettük volna ezt méltó körülmények között megünnepelni, és akkor jött az ötlet, hogy rendezünk egy rendezvényt. Szándékosan nem használtuk az elnevezésben a fesztivál szót, és így rendeztük meg 2017-ben a turul ünnepet. Aha, ami nem fesztivál hangulatú. Ami nem fesztivál hangulatú, hanem igazából egy ünnep. Ünnep azok számára, akiknek fontos a hagyomány, az érték és a minőség. És annak a méltó megünneplése, ugye? Tehát a nem lerészegedve, nagyon magyarok vagyunk, és sörös dobozzal a kézben, közben meg íjjal az oldalunkon sétálgattunk, hanem méltóképpen megünnepelve. És milyen volt az első turul ünnep? Én úgy gondolom, hogy... Én az előzményekre is kíváncsi vagyok, és szerintem a nézők is, mert azért egy polgármesteri hivatalnak, hogy ezt megszervezze, szerintem ma nem egy könnyű dolog. Kellenek hozzá szakemberek, viszont én azt gondolom, hogy nem feltétlenül szakemberek kellenek hozzá, hanem olyan lelkes segítők, akik fontosnak érezték azt, hogy ez az ünnep méltóságteljes legyen, és így egy emberként állt mögém 312 ember, aki azt mondta, hogy bármire szükséged van, segítek. Csodálatos. És mik voltak ezek? Mert biztos, hogy szükség volt segítségre. Hosszú előkészítő munka előzte meg azt, hogy ez az ünnep valósággá váljon. Itt nem mehetek el azok mellett, akik segítettek a rendezvény lebonyolításában. Mire elérkeztünk oda, hogy május 20-án ez a rendezvény megnyissa kapuit, hosszú előkészítő munka vált szükségessé. Ez alatt az idő alatt ismerkedtem meg Mónus József távlövő világbajnokkal, aki ez alatt az idő alatt szinte örökbe fogadta a városunkat, mert minden kapcsolatát tárcán kínálta nekem. Nem volt olyan probléma, amit az ő segítségével ne tudtunk volna megoldani. Nem volt olyan előadó, akinek nem mutatott volna be. Nem volt olyan ötlet, amit az ő segítségével ne tudtunk volna kivitelezni. Említettem már az előző találkozásunk alkalmával, hogy mióta én ebben a körben, vagy ezzel a témával foglalkozok, az én utamban mindig csak jó szándékú magyar embereket sodort az élet, és én büszke vagyok az ő barátságukra, úgy a Mónus Józsefére, mint a Turán Alapítványira, mert ők az erkölcsi támogatásukkal nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy az első rendezvényünkön körülbelül 5000 ember vett részt. Meg kell még említenem, hogy az első alkalommal a Nagykálói Csillagösvény Ijász Egyesület is a segítségünkre volt. Ők ott egy ijász versenyt rendeztek a keleti gyepű tagjaival együtt. Úgyhogy ismeretlenül álltak mögém az emberek, és segítettek abban, hogy legyen egy ilyen értékadó, értéket teremtő, hagyománytisztelő rendezvény a térségünkben. Milyen volt az emberek számára, a civil emberek számára ennek a fogadtatása? Meghökkentő. Tehát amikor a mi környékünkön kevés
Vagy lehet, hogy csak én nem találkoztam eddig hagyományőrző csoportokkal. Ilyen rendezvény, én úgy tudom, nincs is. Vannak IASZ egyesületek, akiknek vannak hagyományos programjaik, de úgy gondolom, hogy nem kapunk hírt egymásról, vagy nem. Én sem tudtam például, hogy Tégláson, Városok viadalán, az egy milyen nagyszabású rendezvény. Addig, amíg nem foglalkoztam ezzel a témával, pedig nem vagyunk messze egymástól. És ezek hihetetlenül értékes dolgok, és erről mégsem ad hírt a média, ezt mégsem olvassuk az újságban, nem nagyon látjuk a közösségi oldalakon. És amikor elkezdtem ezt szervezni, én akkor lépésről lépésre ismerkedtem meg ezekkel az egyesületekkel, és mindenki azt mondta, hogy segítek. Senki nem mondta azt, hogy ne csináld, mert ez hülyeség. De igen, megyünk és csináljuk. Megyünk attól függetlenül, hogy mi nem rakamaziak vagyunk, hanem nagykállóiak vagyunk, mi megyünk, és ott leszünk, és mindenbe segítünk, amiben kell. Csodálatos. Hát ez mutatja azt, amikor az ember szolgálja az őseit, és kötelezi az ősiség. Tehát és gyakorlatilag mondhatjuk akkor, hogy érdek nélkül, mert hát nem hiszem, hogy milliókat ajánlottatok volna ezeknek az egyesületeknek vagy nem, embereknek. Nem is tudtuk, hiszen a költségvetésünkben van egy meghatározott összeg, amit el lehet erre különíteni, és az nem egy túl magas összeg, tehát most nem akarok összeget mondani, de mostanában találkoztam rendezvényszervezőkkel, és kétszer visszakérdezett, amikor megmondtam, hogy mennyiből csináltuk meg ezt a rendezvényt, hogy azt mondta, hogy ennyiből nem lehet, és mondtam, hogy de meg lehet. Itt vannak a képi tanulságok, a videófelvétel, meg lehet csinálni. Viszont azt is el kell mondanom, hogy az elmúlt évben kaptunk támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériumától, és ehhez még ugyanannyi anyagi támogatást is kaptam különböző helyi vállalkozóktól, olyanoktól, akiket megkerestünk levélben, hogy támogatná ezt az ügyet. Csodálatos. Úgyhogy, tehát akkor összefogtak is, az emberek igen, azért, igen, hogy a turul méltó helyére igen, kerüljön, igen. A rakamazi turul. És az idén is lesz, 2018-ban. Igen. Június 23-án, hogyha június jól lehet. Június 21 és 23 között. 21 és 23 igen. között. Tehát akkor ez most már gyakorlatilag egy háromnapos igen, most nem ünnep. Kaptunk támogatást. Ettől függetlenül én még keresem a szponzorokat. Vannak is már jelentkezők, akik be fognak segíteni az anyagilag a dolog szervezésében. Úgy szeretnénk felépíteni az ünnepet, hogy ugye ez a nyári napforduló közelébe eső hétvége, igen. Tehát 21-éről 22-ére viradólag fogunk tartani egy szertüzet, ez lesz a mi ráhangolódásunk. Tehát akkor már ott lesznek azok a fellépők, azok a hagyományőrzők, akik messzebbről jönnek, azok a lovasok, akikkel már tárgyaltunk, tehát ők már mind ott fognak ülni a tűz körül, ez lesz a mi ráhangolódásunk az ünnepre. Június 22-én már az előző műsorban emlegetett Nagy Teknős Házban tervezünk egy szakmai programot, ahol meghívott vendégelőadók tartanának komoly, témába vágó előadásokat. És 23-a az egy szombati nap, akkor pedig a népzene, néptánc, gasztronómiai élmények. Tehát az már egy kicsit lazább. Igen. Népzenei koncertek tennék tartalmasabbá a napot. Hívjuk, várjuk szeretettel a családokat. Gyerekeknek középkori játszótér, modern játszótér, vízivonat áll a rendelkezésére. Hagyományőrző lovasprogramok, IASZ verseny. Ha jól tudom, lovas solymászat, Krekács igen, Zoltán, igen, a solymászrend társam, Krekács Zoli barátom is ott lesz, a lovas solymász, illetve több hagyományőrző társunk is ott lesz, úgy tudom, a csókakői hunok, akit szintén láthattak már itt a műsorunkban. Milyen koncertek lesznek? Lehet-e már tudni egy-két információt? A Kiskata zenekar fog este fellépni, és a Historika zenekar. Emellett van egy Hungarikum zenekarunk, ő rakamazi illetőségű, ők a Flaska Banda. Tervezünk ruhamustrát, a Szervető divat bemutató, Szervető cég ruháit szeretnénk bemutatni, ugyanúgy, mint tavaly, rakamazi modellekkel, illetve tervezünk most egy népviselet bemutatót is.
Aha. És ez melyik korból, vagy teljesen mindegy, hogy melyik tájegységből? Ez a környék tájegységének a népviseleteit szeretnénk bemutatni. Csodálatos. Hát akkor azért itt egy elég erőteljes, sőt, nagyon erőteljes kulturális töltetés lesz mögöttem, mert azért ez kevés helyen van hagyományőrző divat bemutató. Elsősorban azért... erre szeretnénk helyezni a hangsúlyt. És itt akkor a zsűri az díjazni fogja azt is, hogy összeillenek-e, tehát hogyha egy-egy korszakot elevenítenek meg, akkor illik-e, mert nagyon sokszor lehet sajnos olyat látni, hogy 16. századi, meg 6. századi dolgokat magukra akasztanak. Nem lesz zsűri. Nem lesz zsűri, ez csak egy bemutató. Ez egy bemutató, a közönség számára bemutató, hogy ilyen... Tájékozódjanak. Igen. Értem. És... ezen kívül mivel lehet még ott találkozni? Helyi nevezetességek? A helyi civil szervezeteink kint lesznek. Hál' Istennek elég sok civil szervezetünk van, akik a segítségünkre vannak a program szervezése során. Tervezzük az Ízek utcáját és a Mesterségek terét létrehozni, ugyanúgy, mint az elmúlt évben. Tehát lesz egy középkori... Akkor szabolcsi töltött káposzta biztos, hogy biztos, lesz. Akkor én biztos, hogy ott leszek biztos, a családdal. A helyi összefogás nyugdíjas egyesület éppen töltött káposztát fog készíteni, ezt már tudom. Aha, és még mik azok a helyi ízek, ami ott leginkább rakomasz környékére? Vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, tehát inkább így kell gondolkozni, vagy inkább a szűkebb közeg, tehát Rakamaz és környéke? Inkább Rakamaz és környéke. Hát a Tisza mellett élünk, tehát a horgászok biztos, hogy halat fognak főzni. A vadászok is reprezentálni szoktak, ők vadat fognak főzni. Szeretném, hogyha találnánk egy olyan vállalkozót, aki ilyen ételkülönlegességekkel tudna jönni. Itt tervezzük, hogy Nyers Csabával felvesszük a kapcsolatot, aki ugye hagyományőrző is, és a gasztronómia vonalát is erősíti. És nemzetségfőtársam is. Igen. Tehát valószínű, hogy ő is fog főzni. Az elmúlt évben mi főztük meg az ő receptje alapján az áldost. Nagy sikere volt egyébként. Hát gyakorlatilag ami helyi, az ennyi. De emellett ugye a vasalt lángos, tehát ezek a gasztronómiai élményt nyújtó vállalkozók, ők már folyamatosan jelentkeznek, illetve folyamatosan keressük a lehetőségeket. Aha, Lapcsánka is lesz? Hát, megmondom őszintén, hogy ezt a részt nem én szervezem. Tehát értem, akkor nem, ne kérdezzek ilyeneket. Annyira nem tudom. Hát, jó, mert azért az is egy fontos szabolcsi étel. Kenyérlángos, az biztos, hogy lesz szerintem, de ezt a részét nem én szervezem, ebben nem látok bele. Értem. Mesterségek utcájában ott mik azok, amiket... Kovács leszene? Biztos, hogy lesz. Az elmúlt évben volt egy vállalkozó, aki a kenyér útját mutatta be. Tervezünk még egy középkori nyerekkészítő mester meghívását, Fafaragó biztos, hogy lesz. Ha el tudnak jönni a csipkeverők, azok is jönnek. Tehát ez egész Szabolcs megyére vonatkozik a meghívásunk, amiket kiküldtünk. Ezekből nem tudom még, hogy kik fognak eljönni, meg ki az, aki tudja teljesíteni, mint itt azért azt is számításba kell venni, hogyha túl messze vagyunk, akkor nem szívesen jönnek, csak akkor, főleg, hogyha háromnapos, mert nem éri meg nekik eljönni, hogyha... Igen. Nagyon jó a kapcsolatunk a hajdonánási ízőrzőkkel, ők a hajdonánás város önkormányzat, ők közmunkaprogram keretében például nemezelnek, nemezelők is jönnek, Bodnár Balázs, aki az említett nem ez jótát készítette, ő is jön a munkáival. Hát körülbelül ennyi. Tervezünk még egy középkori erőember versenyt is. Aha, tehát akkor itt speciális mozdulatok, speciális tárgyakat igen. kell megmozdítani, igen, gondolom, ami beleillik ebbe igen, a korba. Igen. Ez is helyiek bevonásával. Értem. És kik azok még esetleg, akiket? Gondolom akkor a Mónus Józsira ott is számíthatunk, igen, a Farkasra. József biztos, hogy ott lesz... A Magyar Turán Alapítvány biztos, hogy ott lesz. Említettem a Csillagösvényi IASZ Egyesületet, ők az IASZ versennyel. A Karosi Honfoglaláskori Látogatóközpont és a hozzá tartozó hagyományozói biztos, hogy jönnek. Illetve most a napokban kerül aláírásra egy együttműködés Karos Tiszabezdéd Rakamaz község település összefogásával. Tervezünk egy ilyen hagyományőrző szövetséget kötni,
és nyilván ez a szövetség ott képviseltetni fogja magát. Csodálatos, ugye a Tiszabezdéli tarsolylemez, igen, illetve más leletanyagok, igen, is, igen, ugye rakamaz, a rakamazi turul és hajfonatkorong és számos leletanyag, illetve a karosi hadvezéri sír, és hát ugye ott is a csodálatos, és annak a kíséretének gyakorlatilag a sírjai föl lettek tárva. Akkor azért itt már egy több száz darabos, illetve sok száz darabos bemutatásról lehet szó, ugye? Hogyha itt gondolom, ezek a leletanyagok, igen, mind, igen, igen, előkerülnek. Igen, igen, lehetséges az is, hogy sikerül erre az időre elhozni őket? A Jósannak nem adják ki a kezükből. Nem, én úgy gondolom, hogy nem. Tehát azokat a feltételeket nem tudjuk biztosítani, ami ezeknek a hihetetlen értékkel bíró leleteknek a bemutatásához szükségeltetik. Tehát maga az épület sem alkalmas arra, hogy, tehát hatalmas üvegfelületek vannak rajta, nem alkalmas arra, hogy berácsozzuk például. Igen, ahhoz, tehát biztonságtechnikailag nem felel meg hozzá. Nem tudjuk megoldani, viszont terveink között szerepel, hogy a Jós András Múzeum hozzájárulásával legalábbis a legfontosabb leleteinkről a másolatokat elkészítsük, de ez ugye nem kevés pénzt jelent, tehát erre még meg kell keresnem a forrást, a szponzort, aki támogatja számunkra azt, hogy ezeket a leleteket úgymond közkincsé tudjuk tenni. Helyi vagy szabolcsi termelők részt vesznek esetleg ezen az ünnepen, ahol be lehet mutatni, hogy azért még van sok-sok kincs Szabolcsban, amit azért érdemes lenne. Olyan módon vesznek részt, hogy mint ahogy említettem, hogy a helyi civil szervezetek, ők képviseltetik magukat, és ugye van a rakamazi gazdakör, tehát ők is ott vannak, és a gazdák hozhatják a saját terményeiket, csak az időpont ugye az még nem annyira jó. A pont az aratás ideje, igen, alma még nincs. Halma még nincs, így szőlő van. Sem. Így van, hogy be tudják mutatni, viszont almából készült ételt lehet enni. De ez a civil szervezetek dolga, hogy ki mivel rukkol elő. Értem, tehát ez teljesen rájuk van. Igen, nézve igen, gyakorlatilag. Igen. Milyen a fogadtatása ennek? Ez egy tehát teljesen... azt mondod, hogy hagyományőrzők, azok igen, nagyon szívesen mögé álltak, és mondjuk más önkormányzatok, vagy... Én úgy gondolom, hogy szívesen jönnek hozzánk vendégségbe, tehát azért a környezettelepüléseket meg szoktuk hívni. Igyekszünk egyeztetni a programjainkat, hogy egymás programjait ne zavarjuk. Tokaj közelsége az nagyon fontos nekünk, és jó is nekünk. Ugyanakkor mi is támogatjuk, tehát van egyfajta kölcsönösség a két település működésében, mi is támogatjuk őket, amivel csak tudjuk. Én úgy gondolom, hogy tehát ez nem egy hagyományos fesztivál, tehát ehhez is fel kell nőni. Viszont a helyi lakosoknak megteremtjük a lehetőséget arra, hogy ha ki akar jönni, akkor ki tud jönni, mert ilyen városnéző kisvonat járatszerűen közlekedik a település és az üdülővezet között. Tehát ha el akarnak jönni, el tudnak jönni. Ha a városi Nyíregyházán élő emberek ki akarnak jönni, akár kerékpárral is megtehetik, mert Nyíregyházát rakamazzal kerékpárút köti össze, tehát ez egy egész napos kikapcsolódási lehetőséget nyújtana azoknak, akiknek fontos, mint ahogy említettem, sőt, a hagyomány, is, az érték és a minőség, így van. Aha. És tavaly mennyire volt erre példa? Tehát, mert ez egy kulturált ünnep, tehát nem a megszokott fesztivál hangulata van, hogy 10-től 12-ig lerészegedés, aztán... Nem is nagyon láttunk ittas embert. Nem, tehát én úgy gondolom, hogyha egy ünnepnek megvan a légköre, megvan az aurája, akkor ahhoz a látogató is igazodik. Tehát ott nem volt olyan, hogy duhajkodás, részegség. Igen, tehát mi... Itt nem volt szerencsénk tavaly az idővel, mert 6 óra tájékán elmosott bennünket az eső, egy nyári zápor, ami ugye nem tudunk védekezni, tehát ha mindig a Jóisten, akkor... rendezvény szervez, az abszolút az időjárás kegye. Mi 14 éve szervezzük, egyik főszervezője vagyok a fényünnepnek, és mi is ezt vettük észre, hogy egyszerűen a rendezvény vagy az ünnep megválogatja a közönséget. Hogyan vettétek észre? Szemetelés volt? Nem. Ez volt nekünk is a másik döbbenet. Tehát szerintem a 14 év alatt nem gyűlt nekünk össze egy szemetes zsáknyi szemét. Ezzel szemben, hogyha mondjuk van egy koncert, ami nem nemzeti,
vagy egy szokványos fesztivál, ott több konténernyi szemét gyűlik össze egyetlen egy délután, vagy egyetlen egy este alatt. De én büszke vagyok arra, hogy a háttérben dolgozó munkások, tehát ők tudták, hogy mi a dolguk, és tették is. Tehát itt azért percről percre lebontott szervezés van a háttérben, és mi, tehát a mi munkásaink is azon igyekeztek, hogy aki hozzánk eljön, az úgy menjen el, hogy na igen, ide érdemes volt eljönni. Itt nem láttam a földön szemetet, itt kultúrműsort láthattam. Egyébként Kovács Nóri lépett fel nálunk, Vadkerti Imre. Igyekeztük a helyieket bevonni, mint ahogy említettem, hogy a szervető divat bemutatót helyi modellekkel oldottuk meg. És erre is büszke vagyok, hogy be lehetett őket vonni. Hogy Vadkerti Imrének és Kovács Nórinak megtanultuk egy gyerek énekkarral és a női énekkarral egy-egy dalát, és meglepetésből vele együtt énekeltük. Én úgy gondolom, hogy ezek olyan momentumok, amikre később azok a gyerekek, akik fent álltak egy művész mögött a színpadon, büszkék lesznek majd. Hát hogy ne, és életre szóló élményt. Így van, ez egy plusz feltöltött akkumulátor. Tehát azt mondhatom, hogy az elmúlt évben az óvodás korú gyerektől a nyugdíjasig bezárólag mindenki egyként mozdult meg, és tette hozzá azt, amit életkorától, életkori sajátosságainak megfelel ennek az ünnepnek a sikeréhez. Egyébként ez a következő kérdésem, hogy volt-e olyan korosztály, akit mondjuk különösen megérintett ez? Hogy vettétek észre? Vagy aki túlnyomó többségben volt? Vagy... Sok család volt. Tehát én azt gondolom, hogy kimaradt az a fiatal, tehát a 18 és 30 év közötti korosztály, azt úgy gondolom, hogy kimaradt. Nagyon sok gyerekes család volt, és az idősebbek. Aha. De a 18 és 30 év közötti korosztály az nem nagyon képviseltette. Tehát nekik más az igényük, ezt tudomásul kell venni. Hát az a buli korosztály, igen. De aki már tartalmat keres túl a poharakon, akkor annak ez tökéletesen a nem említettem, még fellépett még a Debreceni Népi Együttes. Flashmobot szerveztünk, tehát egy helyi közösség tanult, egy néptánc koreográfiát betanult, és amikor a Debreceni Népegyüttesnek a műsora vége lett, átvette a helyi népzenekar a színpadot, akkor beépített emberek táncoltak a színpad előtt. Én erre is büszke vagyok, hogy nem volt olyan óra, ahol helyi emberek nem mutatták volna meg azt, hogy az adja meg az ünnep lényegét, hogyha a lelkünk egymáshoz ér. És én úgy gondolom, hogy az elmúlt évben a lelkünk egymáshoz ért. És abban bízom, hogy ebben az évben is egymáshoz érhet a lelkünk, és együtt tudunk majd ünnepelni a rakamazi turul ünnepen. Legyen úgy. És akkor azt nyugodtan mondhatjuk, hogy aki így a műsor révén úgy érzi, hogy tudja támogatni ezt az ünnepet, vagy szeretne hozzátenni, akár a tudásával, akár bármivel gyakorlatilag, ugye? Tehát minden támogatást szívesen fogadtok, mert segítség akkor ezek szerint mindegyik, akkor az nyugodtan keresse a Rakamazi önkormányzat, vagy hogyan találnak? Igen, Rakamaz város önkormányzatánál is lehet keresni személy szerint engem, Rakamazi Városi Művődési Központ, Rakamazi Teknősház Látogató Központ, illetve már fenn van az eseményünk is a Facebookon turul ünnep elnevezéssel. Tehát bármelyik csatornán elérhető vagyok. Csodálatos. Hát remélem, hogy minél többen fogunk ott találkozni. Én magam is ott leszek, viszem a családomat is, hiszen hazamegyünk Szabolcsba, az én szülőhazámba, és tesszük a dolgunkat. Van-e olyan gondolat, vagy mondat, üzenet benned, amit a nézőknek átadnál így? Mert sajnos lassan a műsoridő végéhez érünk ilyen végszóként. Én abban bízom, hogy át tudjuk adni ezen a rendezvényen azt az érzést, hogy együtt erő vagyunk, szerte szét gyöngeség, bizonyítsuk be, hogy képesek a magyar emberek az összefogásra, akár egy ilyen rendezvény keretén belül is. Ünnepeljünk együtt a rakamazi turul ünnepen.
őseinkhez méltón. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és köszönöm, hogy életre hívtátok újra Rakamazi Turult, mert ugye minden hagyaték, minden ősi dolog akkor kapja meg az érvényét, a megfelelő figyelmet, hogyha éltetjük. Van, amikor, és ez hosszú évezeteken keresztül így volt, hogy a turul segített minket, most egy kicsit nekünk kell a turult segíteni, hogy újra éledjen, és aztán óvó védőszárnyai alá vegyen minket. Köszönöm, hogy eljöttél. Én köszönöm a lehetőséget. És sok sikert, és fogjuk tájékoztatni még a nézőket a későbbiekben, hogy hogyan alakul, hogy milyen plusz programok vannak, hány segítség érkezett hozzátok, és milyen segítségek. Köszönöm a kedves nézőknek a figyelmet, ne felejtsék, 2018. június 21-től, tehát 21-22-23-a Rakamazi Turul ünnep. Dicsőség az őseinknek, szép és gazdag jövőt az utódainknak.